Húsvét hétfő reggelén vidám fiataloktól volt hangos a múzeumfalu lánkmajtisi portája. 2018 óta az idén rendezték meg újra a hagyományos falusi húsvétot. A Nyírségtánc együttes tagjai megidézték a régi idők népszokásait. Nem csak táncoltak, hanem ahogyan azt régen tették, vízzel meg is locsolták a lányokat. Nekem nagyon sokat meséltek erről otthon, és ugye azóta már változtak a szokások, mondjuk nem jönnek vödörvízzel a fiúk, de itt most tényleg teljesen átáztak így a lányok, és így az egésznek a hangulata, az együttes, meg ugye a hagyományőrzés nagyon fontos rész ennek. A húsvéti locsolást követően a Túr Istvándi csőrben nyitották meg azt a kiállítást, ami a megye természeti, épített és szellemi örökségét mutatja be interaktív módon. A résztvevőket az intézmény igazgatónője köszöntötte. Elmondta, pályázati források segítségével sikerült felújítani az épületet, ami a jövőben multifunkcionális térként is szolgálhat majd. Mintegy 170 megyei értéket tudnak itt bemutatni a közönségnek. Elég interaktív formában kell ezt bemutassuk, hiszen nagyon sok értékről beszélünk, ezt mindent megmutatni fizikálisan nem lehet, úgyhogy digitális elemeket is alkalmazunk a kiállításban. A tárlatot Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, a szervezők célja az volt, hogy az új állandó kiállításon egy helyszínen tudják bemutatni a megye értékeit, és így módon is felkeltsék az ideérkező turisták érdeklődését a megyei látnivalók iránt. Legszebb, a legautentikusabb helyszínt találta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, és nagyon bízunk benne, hogy ez az értékgyűjtő munkának ad majd egy új lendületet is, hiszen akik itt találkoznak majd az értékeinkkel, én biztos vagyok benne, hogy még inkább kötődnek majd ahhoz az identitáshoz, amelyet mi igyekszünk építeni nem csak a településeinken, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egészén is. Húsvét hétfőn a falusi locsolkodás mellett néptánc bemutató, kirakodóvásár és népi ételek kóstolása is várta a múzeumfaluba érkezőket.